Fontos mérföldkőhöz érkezett a Makkos Jánosi területén épülő hulladékfeldolgozó és szelektáló üzem kivitelezésének ügye. Ugyanis április 18-án Sesták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár Beregvár megyei tanács és a Tisza korlátolt felelősségű Európai Területi Társulás elnöke, valamint Babják Zoltán, a beregszászi kistérség polgármestere aláírták az utolsó jogi dokumentumokat is, így megkezdődhet az építkezés aktív fázis. Az üzem a tervek szerint több mint 200 ezer ember háztartási hulladékát lesz képes feldolgozni a beregszászi járásból, ami éves szinten több mint 30 ezer tonna szilárd hulladék kezelését jelenti. Meg tudtunk mind a ketten győződni arról, hogy jó irányba mennek a dolgok, és szeretném értesíteni a közösségünket, hogy ez év december végéig ezt a munkálatot be fogjuk fejezni, és büszkén használhatunk egy korszerű, minden ökológiai előírásnak megfelelő hulladékszelektáló üzemet, olyat, ami Kárpátalján nincs, máshol még sehol. Nagyon bízom benne, hogy a munkálatok során személyesen tudjuk ellenőrizni a munkálatoknak a minőségét, illetve a tervnek a betartását, és biztos vagyok benne, hogy kiváló munkát fognak végezni a kivitelezők. A szilárd hulladék feldolgozó üzem nem csak a kárpátaljaiak számára fontos, hiszen hozzájárul a Tisza szennyezésének megállításához, ami közös problémánk. Emelte ki Sesták Oszkár, miután kárpátaljai kollégájával, Volodimir Csubirkóval, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnökével megtekintették a létesítmény kész részeit Makkos Jánosi területén. A Szabolcs-Szatmár Vármegyei Önkormányzat, Kisvárda Önkormányzata és a Kárpátaljai Megyei Tanács alkotta Tisza Európai Területi Társulás elnökeként írtam alá az utolsó jogi aktust jelentő dokumentumot is, ami alapján valóban elkezdődhet a kivitelező munka. Ez egy nagyon hosszú út volt, hosszú tervezési folyamat és jogi procedúra előzte meg, közbeszerzési eljárás előzte meg ezt a mai napot, de nagyon örülök, hogy ez a projekt végre a munkálatokhoz érkezett, és ténylegesen elkezdődhet az a kivitelezői munka, amely reményeink szerint megoldja a beregszászi járáshoz tartozó 200 ezer embernek a hulladék elhelyezési gondját a következő évekre. Válogatóval együtt egy nagyon komoly beruházásról van szó, és ennek eredményeképpen tudjuk csökkenteni a Tiszába kerülő szilárd hulladék mennyiségét. Ez konkrétan Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyeinek is, Magyarországnak is nagyon fontos érdeke. Szeretnénk tovább folytatni ezt a projektet a későbbi években, itt a Tisza mentén további ilyen lerakók, válogatók építésével. Kárpátalján ez lesz az első ilyen hulladékfeldolgozó, ami nagyban hozzájárul ahhoz, hogy környezetünk sokkal élhetőbb lehessen, emelte ki a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke. Fontos dolog, hogy már minden technikai és dokumentációs kérdés megoldásra került, így mától már az aktív fázisba léphetünk. Ez országosan is az első hulladékszelektáló üzem lesz, amely közel 200 ezeres lakosság viszonylatában lesz képes feldolgozni a hulladékot. Ez nagyon fontos, hiszen ezek az első lépések az utunkon, és a további üzemek létesítésében már ennek a nyomán lehet haladni, és így sokkal gyorsabban fognak felépülni. Az utunkat számos jogi akadály keresztezte, ahogy az európai, úgy az ukrán viszonylatban is, és itt fontos, hogy valamiképpen egyesítsük ezt a két törvényhozást, hogy lehetővé váljon az EU-s költségek révén finanszírozni a projektet. Jelen esetben EU-s pénzekről, a magyar kormány finanszírozásáról van szó, és számunkra fontos, hogy meglegyen a szükséges finanszírozás az üzem befejezéséhez és elindításához. Sesták Oszkár úrral nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy összehozzuk a szükséges törvényi és jogi feltételeket, földterületre vonatkozó engedélyeket és projekteket, hogy mindez működjön. Ma aláírtuk az utolsó olyan iratokat, amelyek elhárították az utolsó akadályokat is az építkezés aktív fázisának megkezdése elől. Az építkezés már folyik, és most még aktívabban fog folytatódni. Valóban nagyon kevés időnk van, és ezért mindent megteszünk ennek a projektnek a megvalósítása érdekében, hogy ezzel megoldjuk a szeméttel kapcsolatos kérdést, kezdetben legalább itt a beregszászi járásban, és folytassuk az ehhez hasonló projektekkel a megye más járásaiban is.
A projekt összértéke 8 millió euró, amelyből 5 milliót az Európai Unió programjából finanszíroznak, a fennmaradó 3 millió eurót, vagyis közel 1 milliárd forintot pedig a magyar kormány biztosította a projekt mielőbbi lezárásához.